Rendhagyó kiállítást szervezett az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatala. Ennek keretében arra világítottak rá, hogy évszázadokkal ezelőtt a járványok idején a hatóságok a kisebbségek nyelvén is képesek voltak kommunikálni a követendő egészségügyi óvintézkedésekről. A koronavírus járvány idején az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatala figyelemmel követte, hogy miként kommunikálnak a döntéshozók a pandémiáról, illetve az óvintézkedésekről. Azt is vizsgálta a hatóság, hogy miként férnek hozzá a kisebbségek a közérdekű információkhoz. Tomás Indri Láró történész felhívta a figyelmet arra, hogy már az 1600 és 1800-as években több nyelven is kommunikáltak a hatóságok a különböző járványok, mint például a pestis idején. Ekkor született meg egy átfogó kiállítás megszervezésének az ötlete. Archívumokba tekintettek be, oszláv nyelvből fordítottak le szövegeket, és az orvosi egyetemeket is sikerült mozgosítani. A kiállítás ennek a munkának az eredménye, nyilatkozta híradónknak Lacikó Enikő, aki szerint rengeteget tanulhatunk ebből. Az, hogy lehetséges, tehát az, hogy az elsődleges szempont az, hogy a közösséget, hogyan tevődik össze a közösség, milyen nyelveket beszél a közösség, és hogy a közösség és az egyének védelme a legeslegfontosabb szempont. És akkor, hogyha ezt megértjük, akkor egyértelművé válik, hogyha az egészségünkről kommunikálunk, azt a lehető legegyszerűbben kell megfogalmazni mindenki számára, és az a legegyszerűbb ugye az anyanyelv. A kiállítás anyagából egy kiadvány is készült, amelyet már be is mutattak a Brassói Orvosi Kamara előtt.